tehát az újszülöttek, koraszülöttek, ők ugye még nem beszélnek, ők teljesen más típusú betegek, mint egy felnőttet vagy egy nagyobb gyereket meggyógyítani. Ők nem tudják elmondani, mi a baj, tehát ez is sokkal izgalmasabbá teszi szerintem ezt a területet, hogy itt egy kicsit más eszközökkel kell kitalálnunk, hogy mi a gondja a gyereknek. És persze itt nagyon nagy szerepe van a szüleinek, az anyukájának, aki mindig vele van, és aki látja a gyerek rezdüléseit, úgyhogy nagyon szoros a kapcsolat a szülőkkel. Az nagyon nagy előnye az osztálynak, és erre mindig is törekedtük, hogy a szülők, tehát az édesanyák itt lehetnek a gyermekükkel, tehát egész nap, tehát a nap 24 órájában ápolhatja, gondozhatja a gyermekét. Nem csak arról van szó, hogy meggyógyítsunk egy betegséget, hanem hogy a beteget, a gyereket kezeljük. Tehát nagyon fontosnak tartom az odafigyelést, az empatikus hozzáállást, a következetességet, mert azzal, hogy itt vannak az anyukák, így ők állandóan tudnak kérdezni, mi is tudunk válaszolni, illetve szakmai ismereteket is át tudunk adni a betegségekkel kapcsolatban, de emellett nyilván egy kis nevelési feladat, egészségtudatosságra nevelés is történik. Tehát itt az egész osztály ezt az attitűdöt magáénak érzi, ezt az odafigyelő és empatikus hozzáállást. Az osztályon 2012-ben nagyon nagy felújítás volt, és ez itt, amit itt lehet látni az osztályon, minden részlete, ami saját ötletünket és munkánkat is dicséri. Tehát mi terveztük például a szekrényt, ami mellett most itt ülünk például, vagy az egyik kedves anyuka festette a falra a freskót. Tehát igazából így otthon érezzük itt magunkat. És igazából tényleg ez egy ilyen második otthon, meg a szülőknek is mindig azt mondjuk, hogy most itt mi együtt fogunk élni annyi ideig, amíg ők itt vannak az osztályon. Ez azt jelenti, hogy mi ide reggel bejövünk, és akkor így non-stop elérhetők vagyunk a szülők számára is, ami időt itt töltünk. Tehát ez egy olyan dolog, hogy ez a hierarchia, ami ugye egyébként az emberek fejében szerintem él az orvoslással kapcsolatban, hogy az orvost azt úgy nehéz elérni, az olyan nehezen megközelíthető. Szerintem itt a mi osztályunkon ez pont nem így van. Itt mi mindig itt vagyunk, jövünk, megyünk köztük, bármikor megállíthat a folyosón, többször bemegyünk a szobájukba, tehát hogy ez ilyen kicsit ilyen otthonosság érzését próbáljuk mi itt kialakítani, meg ahogy itt mi működünk, szerintem ez úgy magától adódik is.